Sziasztok, Szüzek! Köszöntelek a csatornámon. Attila Taró, először is mindenkinek boldog új évet szeretnék kívánni, valamint szeretném köszönteni azokat, akik már láttátok az előző videóimat. Nagyon örülök, hogy néztétek, lájkoltátok, különösen, ha feliratkoztatok. Nagyon hálás vagyok érte, és annak pedig még jobban örülök, hogy újra itt vagy. Ha pedig új vagy a csatornámon, akkor üdvözöllek, örülök, hogy megtaláltál, és remélem, hogy ez a kirakás mindannyiótoknak a segítségére lesz. Ebben a videóban azt nézzük meg, hogy januárban milyen energiákat várhatsz a szerelem és a kapcsolatok területén. Mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit, de kezdjünk is hozzá. A kirakásodat először is a segítő állatok szelleme kártyájával kezdjük, ahol neked a barna medve szellem jött ki, ami arról szól, hogy itt az ideje egy kis szünetet tartanod, és fókuszálj önmagadra. Tehát ez nagyon hasonlít a remetéhez, ami igazán arról szól, hogy elvonulsz a világtól, és újra gondolod azt, amit szeretnél, mi az, ami boldoggá tesz, és egy kicsit magadra fókuszálsz, és igazán felépíted az új stratégiádat, ami a kapcsolatok területén szól. De nézzük meg, hogy miről szól a taró. A kirakásod középpontjában a kardok négyes van. A kardok négyes az arról szól, hogy igazán pihensz egy kicsit. Tehát ez a pihenés a szünetnek a kártyája. Amikor valamilyen nehéz időszakon mentél át, és ez az időszak után sikerül felgyógyulnod. Tehát ez a felgyógyulás, ez lelki, fizikai, bármilyen módon megjelentett az életedbe. Ez igazán arról szól, hogy csak hagyni kell a dolgokat történni. Ez általában a kreatív szünet, amikor úgy érzed, hogy nem sok minden történik az életedben, de az energiák azok mégis működnek a háttérben. Néhányatoknál jelenteti azt, hogy már egy jó ideje egyedül vagy, de azt is jelenti, hogy igazán ebben az időszakban, ha kapcsolatban vagy, lehet, hogy egy kicsit szünetet kell tartani, vagy pedig el kell utazni együtt, hogy egy kicsit kipihenjétek magatokat. De nézzük meg, hogy milyen lapok veszik körül. Az első kártyád az a kardok 7-es. A kardok 7-es az a csalás, megtévesztés, lopásnak a kártyája, valamint azt is jelenti, hogy másfajta stratégiát kell alkalmaznod. Tehát itt igazán ez az a kettős jelentőségű kártya. Néhányatoknál jelentheti azt, hogy volt valami félrevezetés, volt valamilyen megcsalás, hazudás, hazugság a párkapcsolatban, hogyha párkapcsolatban vagy, vagy valaki félrevezetett a múltba, amiből igazán próbálsz felépülni, felgyógyulni, mert igazán a kardok négyes jelzi azt, hogy ez még mindig folyamatban van. Néhányatoknak jelentheti ez a kártya azt, hogy igazán másfajta stratégiát kell alkalmaznod a kapcsolataid területén, mert a barna medve, amint mondtam, jelenthet új stratégiát is, hogy újra kell gondolnod a stratégiát. Mert a kardok 7-es igazán arról szól, hogy ellopja a kardokat, mert nem akar csatározni. Tehát itt lehet, hogy neked is egy másfajta stratégiát kell alkalmazni a meglévő kapcsolatodban, vagy pedig ha kapcsolatot keresel, akkor lehet, hogy a másképpen kell hozzáállnod a randizáshoz, a kapcsolatkereséshez. De nézzük, milyen más lapok vannak itt. A következő lapod a kardok 9-es, ami jelzi azt, hogy ez a félelmek, a gondok és a rémálmoknak a kártyája. Tehát itt van valami, ami éjjel-nappal ébren tart, állandóan ezen gondolkodsz. Tehát ez nagyon természetesen kötődik ehhez a félrevezetéshez, megcsaláshoz, vagy félsz attól, hogy megcsalnak, félsz attól, hogy félrevezetnek. Tehát ez még mindig itt van, és ebből próbálsz úgymond kilábalni. Aztán a következő lapunk pedig a botok apródja, ami igazán érdekes, mert a botok apródja általában valamilyen hírt hoz, de lehet ilyen valamilyen egy nagyon tüzes, nagyon kaland szerető fiatalabb személy is. Tehát itt lehet, hogy valaki, lehet, hogy te vagy a társad egy fiatalabb, tüzes személlyel lépett félre. Tehát is lehet, hogy igazán hírt kaptál erről, és bár igazán fájt, de valami miatt én igazán úgy érzem, hogy ez a hír inkább felszabadított,
mint lesújtott. Tehát szerintem a félelem, maga a félelem ettől sokkal nagyobb volt, mint a szembesülés ezzel a dologgal, mert ez a botok apródjának ez a felszabadult energiája azt érzi, hogy igazán inkább felszabadultál ettől. De nézzük meg, hogy milyen más lapok vannak itt. Tehát itt a kardok 8-as, az jelzi azt, hogy igazán úgy érzed, hogy olyan helyzetben vagy jelenleg, amiből nem látod a kiutat, tehát lehet, hogy ez egy olyan kapcsolat, lehet, hogy a magány az, amit igazán úgy érzel, hogy ebből nem találod meg a kiutat. De ezt a kártyát én nagyon szeretem, ezt az ábrázolást, mert ha megnézed, akkor látszik az, hogy ha belenéz a tükörbe, akkor azt látja, hogy teljesen le van kötve, nem látja a kiutat, míg a valóságban ez nem igaz. Tehát itt ez általában akkor jelenik, amikor valamit túlságosan túl gondolsz, amikor az agyad úgymond állandóan zakatol, és ez a kardok 8, kardok 9, ez azt jelzi, hogy valami állandóan ébren tart, valami állandóan a fejedben van. És igazán ezek a gondolatok azok, amik rabul ejtenek, amik úgy azt okozzák, hogy úgy érzed, mintha egy börtönben lennél. Tehát itt nekem nagyon fontos ez a barna medve energia, hogy igenis egy kicsit szüneteltetned kell a dolgokat, egy kicsit magadra kell figyelned ebben az időszakban, és újra gondolnod a dolgokat. Aztán a következő egy másik kard, tehát itt nagyon-nagyon sok kard energia van, a kardok a gondolatokat jelképezik. De ez a kard igazán egy jó kard, mert a kardok 6-os az jelzi azt, hogy egy nehéz időszakon mentél keresztül, és ezt a viharos, zavaros időszakot sikerül a múltba hagynod, és túllépned, és innentől igazán szép időszak, nyugalmas időszak következik. Tehát itt nagyon jó, ahogy ez a szüneteltetés, ez a felgyógyulás igazán egy nyugalmi időszakhoz vezet. Tehát a kardok 6-os valamit hátrahagysz, tehát itt ez csak jelentheti azt is, hogy a nehéz időszakot felváltja egy jó időszak. Néhányatok lehet, hogy a magányt hagyott hátra, néhányatoknál lehet, hogy egy kapcsolatot hagytok hátra. Tehát érdekes itt ez a sok kard energia, tehát a 4, 6, 7, 8, 9, tehát itt van valami, tehát látszik, hogy van valamilyen előrehaladás. Tehát azért mégis lehet, hogy úgy érzed, hogy nincs, de én azt látom, hogy a számok jelzik azt, hogy van valamilyen előrehaladás. De nézzük meg, hogy mi lesz ebben ennek a kirakásnak a végkimenetele. De előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Az a mindenképpen jelzett, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szükségük van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy már meg is nyomtad a like és a feliratkozás gombokat. Nagyon szívesen olvasom mindig a kommentbe azt is, hogy mi történik veletek, hogyan manifestálódik ez a kirakás a ti életetekkel, hogyan rezonál. Tehát a következő kártyánk a botok királynője, ami nagyon felszabadult, nagyon vonzó, nagyon pozitív energia. Tehát ő az a királynő, aki nagyon szép, nagyon gyönyörű, nagyon attraktív, és igazán bármit, bárkit meg tud szerezni az életben. Nem törődik azzal se, hogy mit mondanak, mit gondolnak mások. Tehát itt ez ebben az időszakban jelzi azt, hogy kész vagy a kalandokra, kész vagy az újdonságokra, és bárkit megkaphatsz, akit szeretnél. És igazán nem kell odafigyelned arra, hogy mit mondanak mások. Aztán a következő lap pedig a te kártyád, a remete, a szűzek kártyája. Tehát itt ez azt jelenti, hogy egy kicsit elvonulsz a világtól, magadra figyelsz, meditálsz, és újra gondolod a dolgokat. Néhányan újra gondoljátok a kapcsolatotokat, amiben benne vagytok. Néhányan pedig újra gondoljátok azt, hogy általában mi az, amit szeretnétek a kapcsolatoktól. Nagyon érdekes, az újabb számok, kardok 9, remete 9, barna medve 9, 9, 9, tehát 3, 9-es, az egy angyal szám, lehet, hogy ez egy ismétlődő szám, mindenképpen néz utána, hogy milyen jelentései vannak. Általában a 9, 9, 9 az azt jelzi, hogy nagyon közel állsz ahhoz, hogy valamit elérje az életedbe, már csak egy dolgot kell megtenned. De nézzük, mi az utolsó lap. Az utolsó lap a
Botok 7-es. A Botok 7-es, ami arról szól, hogy igazán külső erők minden oldalról támadnak, de te igazán képes vagy arra, hogy ezeket a támadásokat előrelásd, és te vagy az, aki győztesen kerül ki belőle. Tehát néhányatoknak ez lehet az, hogy van, aki próbál elcsábítani téged, vagy próbálja elcsábítani a társadat. Néhányatoknál lehet, hogy megkérdőjeleznek a családtagok, barátok, hogy a kapcsolatodat, hogy miért vagy ezzel az emberrel, miért vagy egyedül, stb. Stb. De én úgy látom, hogy te véded önmagad, és nagyon, tehát nagyon jól kezeled a helyzetet. És a nagyon érdekes ez a meditatív állapot ennél a kártyánál is, ennél a háromnál, tehát itt ez nagyon fontos, ez a önmagadra való figyelés. Valamint, ha visszaemlékszel, a Botok királynőjénről beszéltünk, hogy őt nem érdekli, hogy mások mit mondanak. Tehát nagyon fontos üzenet szerintem ez néhányatoknak is. Aztán megnézzük, a pakli alján a kiegyenlítődés áll, ami igazán a türelemnek a kártyája, amikor nem szabad elsietni a dolgokat, egyik lépést a másik után kell tenni. És ez egy nagyon fontos üzenete ennek a kirakásnak, mert mind a kardok négyes, a remete, valamint a barna medve mind arról szól, hogy igazán fókuszálj önmagadra, találd meg önmagadat, és ne siettesd el a dolgokat. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.